Az utóbbi hetekben egyre többen panaszkodtak a koronavírusra jellemző tünetekről. Nem csak hazánkban, hanem a világon is emelkedő tendencia figyelhető meg. Újabb hullámról még nem lehet beszélni, viszont jó, ha elővigyázatosak vagyunk, hogy elkerüljük az esetleges megbetegedést. Szerencsére súlyos, szövődményes esetek nincsenek, de több betegem is keres, hogy belázasodott, náthás lett, elkezdett köhögni, és valami gondolattól vezérelve azért csinált egy gyors tetszet, és pozitív. Sőt, olyan betegem is volt, hogy bejött hozzám teljesen más panasszal, például mondjuk egy véres széklettel, tovább küldtük a kórház felé, hiszen ez olyan eset, ami azért potenciálisan veszélyes lehet, és további kivizsgálás kell, és ott hívtak, hogy köszönik szépen, elkezdték a vizsgálatokat, de amúgy mellesleg a beteg pozitív. A házi orvos azt mondja, hogy a vírusnak ma már nincsenek olyan kirívott tünetei, mint a kezdetekkor. Nem mindig jár magas lázzal és köhögéssel a fertőzés. Viszont egy kis nátha, fejfájás vagy gyengeség, és ritkább esetben hasmenés elővigyázatosságra adhat okot. Mi annyiban vagyunk elővigyázatosak, hogy időpontra jönnek a betegek, maszkot megkövetelünk, és időben próbálom elkülöníteni a felső légúti is lázas betegeket. Időben elkülönítünk a többi más betegtől, mindenkit megvizsgálunk most már, viszont próbálom a többi beteget is védeni. A szakember azt javasolja, hogy a higiéniára a vírustól függetlenül is ügyeljünk. A gyakori kézmosás elengedhetetlen, és nagyobb tömegrendezvények alkalmával érdemes maszkot is húzni.